Együttműködik. Ezzel a szlogennel szervezik meg idén az országos könyvtári napokat. Október 4-e és 10-e között a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárban színes programokkal, a többi közt előadásokkal, irodalmi esttel, kiállítással készülnek, illetve kedvezményesen lehet majd beiratkozni, és a rendezvény ideje alatt késedelmi díj megfizetése nélkül lehet visszavinni a már lejárt könyveket. Kevesebb mint egy hónapja ért véget a 92. ünnepi könyvhét, és hamarosan kezdődik a következő nagyszabású rendezvény. Az országos könyvtári napok az Együtt működik szlogennel indul útjára. 2021. október 4-e és 10-e között tartjuk nem csak itt Miskolcon, Borsodabó-Üzemplén megyében, hanem országosan is, minden megyei hatókörű városi könyvtár szervezésében, és természetesen a kis településeken is, a nyilvános könyvtárokban is. Változatos programokkal készülnek a szervezők. A központi épületben például több olyan előadás is lesz, amelynek az elmúlt időszakról, a koronavírus hatásairól szólnak majd, de irodalmi esttel, kiállítással és játékos programokkal is várják a könyvek szerelmeseit. Emellett a korábbi években megszokott kedvezmények is újra életbe lépnek. Megbocsátás hetét tartunk az olvasóink számára. Ez azt jelenti, hogy aki nem hozta vissza időben a könyvtári könyveket, azok ezen a héten késedelmi díj fizetése nélkül megtehetik ezt, mindenféle büntetést elkerülnek ebben az esetben. A korábbi években is mindig kedvezményes beiratkozási díjakat is biztosítottunk, most ezt egész hétre kiterjesztjük. A központi épület mellett a fiók könyvtárak és a gyermekkönyvtárak dolgozói is izgalmas meglepetésekkel készülnek. A részletes program a könyvtár honlapján megtalálható.